Magam sem tudom, mikor indult el, hogy valami fajta üzleti vállalkozást én kezdjek azon túl, hogy a médiában mint főállású bohóc megjelenek. A bohóc természetesen idézőjelben és anélkül értendő, mint komoly szakma. Ráérő időmben kezdtem el azon gondolkodni és agyalni, hogy mit lehetne a már megszokott és meglévő szeretett életünkben egy picit könnyebbé tenni, jobbá tenni, vagy egyfajta innovatív újító elemként behozni. Ez egy 22-es csapdaemben én vagyok, mert nyilván az ember, ha előtérben van arccal, hanggal, tehát a kirakatban, vagy a média munkásként, akkor bebocsájtást könnyebben nyer, de nem biztos, hogy a célhoz is ér ezzel. Tehát talán a komolyságomat szokták egy picit megkérdőjelezni, de tulajdonképpen mindaddig, amíg nem mondom el, amit én szeretnék. Az egyik terület, a vendéglátóipar egyfajta, hát olyan rugalmas forradalmasítása. A lényeg, hogy nem kell olyan engedélyek után járni, az építmény felépítéséhez szükséges engedélyeket beszerezni, ANTS és szükséges egészségügyi engedélyeket beszerezni, hanem ha tetszik egy terület, akkor azt, ha megálmodtuk, akkor utána egy hónapon belül meg is tudjuk nyitni. Ez kávézó ötlete, ami miatt most itt ülünk, ez elindult. Ez úgy néz ki, hogy nyáron Zuglóban, Budapesten és a második kerületben már megnyit. Az összes többi adott helyzet lehetőség, az pedig ezek után egyfajta franchise megoldással rajtam keresztül működtethető. Amiben kiszolgálunk, az mind 3D-s nyomtatóval készült. Ugye ez itt most pont készül egy kávéscsésze mögöttünk, ennél sokkal hatékonyabb gépekkel. Ez például már itt a kezemben tartott egyfajta kávéscsésze. Nem kell, mondom, felépíteni egy épületet, egy építményt, hanem az ember meglátja azt a bizonyos helyszínt, ahol hangulatában, és itt ez a legfontosabb, szeretne nyitni egy ilyen kávézót, egy ilyen vendéglátóipari egységet, akkor kinézi, leméri, kiteszi az asztalokat és a székeket ernyővel adott esetben, és egy pult felépítésével 220 volt áram odavitelével, ami szerintem a legegyszerűbb megoldás, el tudja indítani. Nagyon sok kávézó van, nagyon sok olyan étterem van, olyan vendéglátóipari egység, ahol terasz jelleggel, ahol kiülsz és ugyanezeket megkapod, de azok fix helyhez kötött. Ebben igazából az szerintem az újítás, hogy van egy jó hely, ahol egyébként nem építhetnél fel, nem hozhatnál létre egy ilyen vendéglátóipari egységet, akkor ott ezt meg tudod oldani. Én igazából azt gondolom, hogy hiteles ember vagyok, bár nincs hitelem. És azért jöttem ez a nagyon rossz szó viccel, mert én mindig úgy építettem fel, amit éppen elkezdtem, hogy ha nehezebben is, de azért inkább saját önerőből. Nyilván van bizonyos helyzet, amikor az ember lehet, hogy nem tudja kikerülni, ha olyan volumen, olyan léptékű ötletet szeretne megvalósítani, ahova kell olyan tőkeinjekció, hogy egyszerűen meg kell keressen egy-két pénzintézetet, hogy legyetek a partnereim ebben. Ha az ember megfelelően és körültekintően néz és lát és talál olyan pénzintézetet, ahol megfelelő garanciával ellátva és megfelelő, azt gondolom, hogy szakirányú segítséggel, mert leginkább ez, ami szerintem manapság hiány, tud egy jó megoldást találni magára és a vállalkozására, akkor viszont bátran bele lehet vágni. Egyre több egyébként az ilyen, ahol garanciálisan a pénzintézetek külön szakosodva bizonyos iparágakra és gazdasági vállalkozásokra tudnak, és én azt látom és érzem, hogy szeretnének is segíteni.